Ön szerint lehetne magasabb béreket fizetni Magyarországon anélkül, hogy a gazdaság és a költségvetés egyensúlya ennek kárát látná? Ebben a szerkezetben nem. Tehát alapvetően, ahol lehetne az egyensúly felborítása nélkül, az a közszféra meglepő módon, mert hogy a költségvetésen belül lenne mód arra, hogy olyan átcsoportosításokat hajtson végre a gazdaságpolitika, ami lehetővé tenni az egészségügy, az oktatás és a szociálpolitika helyzetének a javítását. De ez értékválasztás kérdése, és a kormány értékválasztásában ezek a területek háttérbe szorulnak. Olyan helyekről kéne átcsoportosítani jövedelmeket, amelyek a kormány szempontjából nagyon fontosak. Ilyen például, hogy 110 milliárdot költünk kormánypropagandára. 110 milliárdot csak kormánypropagandára? Igen.